Erdei L. Tamás a vendégünk, aki író, filozófus, és hát ugye a múlt adásokban már neki feküdtünk az egy-két perces, most már így mondom, kinek mennyi, ugye milyen lassan olvas, abszurdoknak, és hát három darabot vettünk gorcső alá, amiket ugye Erdei L. Tamás írt, és hát amik ugye megjelentek, a Kaligram legújabb számában, ez egy irodalmi folyóirat, de most ugye a harmadikat vesszük akkor, és megfigyeljük, hogy mi minden X-ek címet kapta, hát akkor mesélj nekünk erről, hogy ez milyen körülmények között keletkezett, és milyen indítatásból. Hát először is köszönöm a lankadatlan figyelmet szerint kis írásaim iránt, mindenképpen. Hát te hozod a témát, esik. Úgyhogy így nem nehéz. Én hoztam a témát. Egy kis műsorszerkesztési csacsi-pacsi. Nem én voltam a szerkesztő. Jó, egyébként igen, de nekünk így könnyebb volt, tehát ez csak ez az egy van itt nálunk ebből az újságból, és akkor ebből szemezgetünk, téged ismerünk, úgyhogy téged hívtunk. Köszönöm szépen. Természetesen nem igaz, hanem ugye az abszurd megismeréséhez fontos az, hogy egy olyan emberre beszélgessünk, aki ilyeneket ír, mert ugye lehetne erről beszélgetni, tehát ez amint, hogy autószerelésről beszélgetni egy nőgyógyásszal lehet, csak hát nem biztos, hogy közel kerülünk a témakörhöz. Szóval, X-ek. Így van. Ez a kis rövid írás mind a két utána következőtől különbözik. Különbözik a tárgytól, ami ugye tulajdonképpen egy jelképes, mélyen filozofikus írás, szöveg, tulajdonképpen szinte egy belső monológia egy furcsa, kifordult fiatalembernek. Különbözik a Nike-tól, ami egy anekdotikus, tulajdonképpen nagyon hétköznapi élet, helyzeteket megfogalmazó írás, hagyományos rövid novellának, short story-nak tekinthető. Mindkettőtől különbözik. Ez talán a legegyszerűbb szerkezetű, nincs benne keret, nincs benne semmi posztmodern csűrcsavar. Nem kellős közepébe belevág. Tulajdonképpen a kellős közepébe belevág, itt is egy egyes szám első személyű elbeszélő, egy narrátor beszéli el a saját történetének, egy a saját élettörténetének egy markáns részét. És tulajdonképpen a lényege az az egésznek, hogy ő egy nagyon hedonista életmódot folytat, csak a szexualitás és a sport foglalkoztatja, ezen kívül semmi, ez teszi ki a és ráadásul eredményorientált, ugye az X-ek itt arra vonatnak valahol, mint amikor az ember ugye egymás után húzza a vonalakat, és a végén tesz rá egy keresztbe egyet, na ez is megvolt, még sincs este. Ugye egy így életet van. Él a fiatal ember. Így van, pontosan a sportot mondom is. Mondom itt hogy te írtad fiatal ember, úgy érzted, hogy alád dolgoztam. De ez nem feltétlenül azonos velem, tehát ezt hangsúlyozni kell. És ezt a múltkor... Hiszen megvan mind a két kezed, és egy kicsi spoilert így elevesztem. Köszönöm szépen. Tehát ezt a múltkor is ki akartam hangsúlyozni, hogy itt azért van három pozíció, amit meg kell különböztetni egymástól. A szerző, az elbeszélő és a szereplő. És ez nem, vagy nem minden esetben azonos egymással, semmiféleképpen nem szabad egyenlőség jelet tenni a három között. Ez nem mindig érdekli az olvasót, de nem szabad ráolvasni a szereplőt az elbeszélőre, az elbeszélőt meg a szerzőre. Tehát azért, mert egyes szám első személyű a narráció, azért az nem azonos velem Erdei L. Tamással, hanem ez mindenképpen egy kitalált figura. Könnyebben ezt szétválasztani, hogyha mondjuk egy űrhajósról írnál így ilyen témformában. Persze, a harmadik személyi elbeszélésnél, igen. Nem, hanem első személy, tehát hogy lehetne egy egyes szám első személybe, lehet írni úgy, hogy én egy űrhajós vagyok. Akkor rögtön rájönnénk, hogy te nem vagy űrhajós, de így, mivel hogy ugye, aki kis ráadásul téged, saját tudják, mozzanatokat is, igen. Hogy ugye boxolsz például, így van. Meg szereted a szexet, a nőket. De éppen elég problémám volt emiatt, ha már itt tartunk. Ez és az ehhez hasonló írásaim váltották ki a legnagyobb kritikai visszhangot és a legértetlenebb kritikákat is. Mélységesen igaztalan vádakat fogalmaztak meg velem szemben, és itt megragadom az alkalmat, hogy kijelentsem, hogy én nem írok, nem írtam sohasem és sohasem is fogok írni pornográf szövegeket. Engem elsősorban pornográfiával vádoltak meg. Ebben? Hol van ebben pornográfia? Én is azt gondolom, hogy sehol. Ez mélységes félreértése mindennek, ami az élet is, ami a szexualitás és ami az irodalommal kapcsolatos dolog. Mégis azt kell mondanom, hogy bizonyos ókonzervatív, klerikális kritika ebbe belemagyarázta a pornográfiát és más hasonló szövegeimbe is, ami azért érdekes számomra, az egésznek van egy nagyon érdekes önmegismerési vagy pszichológiai mozzanata, mert ami engem magánemberként mélységesen sért és felháborít, ugyanez a dolog íróként mélységes nyugalommal és örömmel és elégedettséggel tölt el. De ebbe egyébként sem olyasmi nincsen leírva, hogy mondjam, szóval ilyen emberek járnak közöttünk, semmivel se különböz az ember, mint az edzőteremben lejáró bármelyik így ember. Van. Egyébként én nem tudom, hogy ki hol a francba látott ebbe pornográfiát,
Hát köszönő viszonyban, akkor szerintem aki ezt állította, az vagy olvasott még soha életében. Egy új szót látott a Google-be, és akkor gondolta, hogy ezt most rád olvasol, olyan kellőképpen furcsán hangzik, vagy nem vagy tudom. Pedig olyan szintű prüdéria álszemérem jellemzi, hogy mindenben valami rosszat akar látni, vagy bele akar vetíteni. De hát még pucér nő sincs benne. Így van. Hol, hogy, hogyan? Nem így értem. Van. Hát még nem erről szól az egész. Egyáltalán egy olyan emberről szól, aki mondhatnám azt is, hogy egy életigenlő ember, aki ugye egy baleset folytán egy olyan szituációba kerül, hogy meg kell tapasztalnia azt, amikor őt már nem abba a kazdba sorolják, ahol ő valójában volt eddig is, ahova magát képzeli a mai napig. Tehát ugye ő már nem abban a pozícióban van, ahol ő volt, és ahol ő lenni szeretne, egy teljesen más élethelyzetben van, ami neki teljesen szokatlan, és ő szeretné, hogyha úgy kezelni a környezete, mint annó, de már nem fognak. Ugye, ahogy írod is a végét, és bocs, hogy spoilerezem, de nem feltétlenül ez a legfontosabb része az egésznek, az egészet el kell olvasni, hogy senki nem fog leállni boxolni egy félkezű boxolóval. Igen. És ez a mondat egyébként valahol a quintesszenciája az egésznek, de ugyanakkor az egészet el kell hozzáolvasni, hogy az ember megértse az utolsó mondatát ennek az egésznek. Így van. Így van, erről van szó. Ez a felfokozott életigenlő pörgés, ez a gyertya minden végén égetése szükségszerűen vezet el egy tragikus fordulathoz, ami után már nem tudja folytatni ezt az életmódot, amit tulajdonképpen mindent elveszít, ami korábban fontos volt számára, és elkezdődik egy egészen más életritmus, amit a szöveg csak a végén egy mondattal jelez nagyon finoman, hogy itt valami teljesen más következik. Lehet, hogy egy magány, lehet, hogy egy újra gondolása az életnek, mindenképpen egy új kezdet. Szeretném azt hinni, hogy egyébként újra gondolja az életét, és nem az történik, hogy ugye a kis képzelgéseivel elhúzódik a háttérbe, és onnan figyeli rossz indulatúan a világot, hogy miért nem fogadtok el engem olyannak, mint amilyen voltam régen, miért akarjátok rám húzni ezt az új szerepet, ami vagyok. Hát lehet, hogy ez már a tárgyban folytatódik, lehet, hogy igen, egyébként fontos egyébként, hogy ugye mondtad, hogy ez az első, tehát igen. Fontos ebben az esetben a sor? Igen, fontos, bár ezt nem én állapítottam meg, hanem szerkesztői lelemény, de nagyon jól szerkesztették a három írást egymás után. Ez az, ami a legfrissebb, a legegyszerűbb, a leghamvasabb, a legdirektebb, a legmagától értetődőbb és a legkönnyebben érthető. A tárgy ennek bizonyos értelme folytatása, de egy egészen más dimenzióban, egy nagyon szimbolikus, filozofikus módon, és a végén pedig a feloldás, a Nike, az pedig egy egyszerű, de máshogy egyszerű, szerkezetileg összetettebb, de egy könnyedebb hangvételű, anekdotikus szöveg. És akkor maradjunk az abszurdnál, de most akkor távolodjunk el a te írásaitól. Elemezzünk egy-két olyan írót, akit te nagyon szeretsz, és akár magyar, akár külföldi, akár kortárs, akár egy kicsit régebbi. Tényleg az abszurd mióta létezik, akkor kezdjük ezzel. Az abszurd nagyon régóta létezik. Nem vagyok irodalomtörténész, de talán megállja a helyét az az állítás, hogy amióta irodalommal foglalkoznak emberek, azóta létezik abszurd. Szerintem Arisztofanész vígjátékai már az időszámításunk előtti 5. században már tartalmaznak abszurd elemeket. Később ugye a római vígjátékoló Plautusnál már még inkább. Apuleius aranyszamara maga egy, amit az első antik regénynek tartanak, maga egy abszurd regény. Az abszurd és a groteszk legnagyobb mesterének én Jonathan Swiftet tartom, a Gulliver íróját, azt hiszem, hogy ez vitathatatlan. Maró gúnnyal írt kora társadalmi problémáiról, és meghaladhatatlan az a fajta groteszk humor, amely őt jellemzi, és a magyar irodalomban pedig talán Örkény István ennek. Karinthy Frigyes és Örkény István ennek. Igen, szerintem a Gullivert nagyon sokáig félreértették sokan, ugye azt hitték, hogy az egy mese. Így van. Sokan azt hitték, hogy az egy szimplán egy gyerek mese, ami szól egy emberről, aki először az óriások, aztán a törpék, vagy fordítva a világába. Nem is tudom, hogy melyik az első, melyik a második. Ugye a Lilliput, Brobdingnag, ugye a bölcs lovak. Először a Lilliput az első, akkor a törpékhez, törpék. A törpékhez kerül először, úgy emlékszem. Tehát négy ilyen különös világba kerül, de ez mindegyik a korabeli Angliáról szól. Egyértelmű. Ugye, ahogy az állatmesék sem állatokról szólnak, hanem az emberi társadalomról. Gulliver utazásai is a korabeli Angliáról szólnak, és a korabeli korakapitalis, a társadalomnak a torznézetét, a fonákját mutatják meg. Most jelen pillanatban kortárs szinten ki az, akit te ajánlasz olvasni? Tehát nem is az, hogy elismersz, mert nyilván sok olyan van, akit elismersz, van olyan, akit mondjuk esetleg még
követendő példának is fölhozhatsz a jövő nemzedéke számára, aki írással szeretne foglalkozni. De ki az, akit érdemes? Ha már így rákérdeztél, én nagyon sokat köszönöm. Erdei el Tamás például, ez egy nagyon természetesen magamat nem mutatom a kötelező szerénység miatt, de természetesen ajánlom saját írásomat. Ajánlom is. Magamat. Ajánlom magamat. De én nagyon sokat köszönhetek Kukorelli Endre író barátomnak, idősebb író barátomnak, bizonyos értelemben atyai mesteremnek is tekinthetem őt. Az Erlin Páholy írói körnek ő a vezetője, és az ő bizonyos írásaira is nagyon sajátos látásmód, és tulajdonképpen akár grotesznek, vagy akár abszurdnak is nevezhető látásmód is jellemző, és mindenképpen a kortárs magyar irodalom egyik kiemelkedő, vagy az egyik legfontosabb személyének tartom Kukorelli Endrét. Gyönyörű záró mondat volt a mostani beszélgetésünkhöz, a következő héten ismét várunk ide vissza a magazinba, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen.